Csütörtökön nyílt meg a Ratu Ilona tárlata a Gyulai Posta Galériában. A gyulavári festő összesen 27 alkotását tekinthetik meg az arra járók. A képek vidám élénk színvilágának köszönhetően a borús időben is szemünk elé tárulnak Erdély, Görögország és Gyula őszi-nyári tájai. A terem végén pedig néhány csendélet is helyet kapott. A Ratu Ilona elárulta. A kiállított képek többségét még nem láthatta a szélesebb közönség, annak ellenére, hogy közel 20 év terméséből válogatott, és több csoportos tárlaton is részt vett korábban. A jelenlegi második önálló kiállításán helyet kapott kedvenc képe, a gyulai körforgalom szökőkútját ábrázoló alkotás is. Szeretek gyulai témájú képeket festeni, nem hoztam el mindet, mert van köztük nagyobb is. Amit elhoztam, a körforgalmi szökőkút, amit már úgy 10 éve festettem, de az a kedvenc képem, az nagyon megfogott, és még nem is láttam, hogy mástól, hogy más is megfestette volna a körforgalmi szökőkutat, persze nagyon szerintem impozáns hely az Gyulán. Akkor az erdélyi képeket is szeretek nagyon festeni, 3-at hoztam el abból, azt is a szívem csücske az Erdély, és a nemzetközi festőtáborban, amit festettem, az olajfa, meg voltam Montenegróba is, ott is nemzetközi táborba, ott is nagyon jó volt kint a természetbe együtt festeni sokan, sok más festővel. A Ratu Ilona gyermekkora óta rajzol, fest, melyet egy hosszabb megszakítás után 2 évtizede kezdett újra. Azóta számtalan felnőtt alkotótáborban vett részt, több képzőművészeti tárlatra is bejutott. Elárulta, korábban a portrékészítésben lelte a legnagyobb örömét, az elmúlt 20 évben azonban ezek helyét átvették a tájképek. Szabad idejében, amikor csak teheti, fest, valamint folyamatosan próbál újabb és újabb fajta technikákat elsajátítani. Kiemelte, manapság leginkább a festőkést használja, hiszen ezzel a rugalmas és lapos tárggyal szinte bármit meg lehet festeni. Emellett ez a módszer, ha nem is annyira festékbarát, de gyors és lenyűgöző. Olajfestékkel, akrilfestékkel festek, az utóbbi időben inkább akrillal, és egy pár éve, hát van annak már 5-6, hanem több, késsel, ez a késes technika, festőkéssel, és ezt nagyon szeretem, mert ezzel gyorsabban tudok, és úgy érzem egy kicsit ez az impressionista stílus, modernebb, és ezt szeretem, főleg a késes technikát. A Posta Galériában látható kiállításról bővebben pénteken Értékőrző című műsorunkban is hallhatnak.